Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Judit konyhája YouTube-os oldalán. Most hoztam nektek egy húsos palacsinta receptet. Itt vannak a hozzávalók az asztalon. Lesz hozzá egy fokhagymás tejszínes szósz is. Ez egy felturbózott változata a lányaim kedvéért, úgyhogy tartsatok velünk. Kevés olajat teszünk a serpenyőbe, és egy nagy fej hagyma és 3 gerezd fokhagymát aprítóba tettem, hagyjuk megdíszolni. Díszolódott a hagyma és a fokhagyma, és most ráteszem a 4 darab csirkemellből kockára vágott, megtisztított húsunkat, majd kifehéredésig pároljuk. Húsunk kifehéredett, és most teszek bele ilyen fokhagymás tűzszerkeveréket, amiben van egy kevés bors is, majd teszek bele kevés vegetát és csilit, de csak egy kevés, rakok bele egy kis kanál fokhagyma tészt, teszek bele húsót, és borsot. Egy kis kanál majoránát, mokkás kanálnyit. Kevés gomba, lila hagyma és paprika, paradicsom. Egy pár percig fogom most ezt díszelni, és akkor én felöntöm egy kérdeti vízzel. Hozzáöntjük a vizet, és fedő alatt hagyjuk, hogy megfújjon a zöldség benne, és a gombán. Elkészítjük addig a palacsinta tésztát, amihez 15 dl lisztet fogok beletenni, egy csipetnyi sót, 3 darab tojást, és 4 deci tejet, és egy kis kanál sütőport. Akkor tesszük bele a kis kanál sütőport, bocsi a hangomért, csipetnyi sót, és a tejet. Most ki fogunk keverni, fokozatosan öntjük hozzá a tejet, hozzárakom a 3 tojást, és megy a gépbe. Egy evőkanál olajat. Amikor már csomómentes a masszánk, akkor öntünk még hozzá tejcsit. Hozzáadjuk most a paradicsompürénket, és a tejszín, ami körülbelül egy ilyen 1,5-2 decinyi, ezt elkavarjuk. És hagyjuk még egy kicsit főni. És így a vége felé már még egy pici szárított petrezselymet teszünk bele. Gyönyörű lett az állaga, nagyon guszta. És készítjük a palacsintát. Ilyen sűrűségű lett a palacsinta tésztánk. És most megyünk kisütni.
és most elkezdjük sütni a palacsintát. Van egy régi palacsinta sütőm, ebben a legjobb a palacsinta. Jól kiolajozzuk, és akkor mindjárt megy bele a palacsinta massza. Most megfordítjuk, gyönyörű a palacsintánk, és jó puha. Elkészültek a palacsinták, és most összerakjuk, fogjuk a palacsintát, és vegyél egy ilyen tányért, aminek a közepébe meg kellene próbálni a palacsintát belehelyezni, és akkor elkezdjük pakolnia. Így bele, akkor jön a tejszín. Ez egy fokhagymás tejszínes szósz, de kiválthatod bazsamellel is. És akkor jön egy pici sajt, így, és egy kis friss petrezselyem, így a tetejére, majd fogod, és szépen összehajtod, így, és megfogod, és kiveszed. Beleteszed a tepsibe, és a tetejét lekenjük ebből a szósszal, így. És rakunk rá még sajtot. Készítsétek el, garantáltan mondom, hogy nagyon-nagyon finom lesz. A lányaim késztetnek állandóan, hogy újabb és újabban variáljuk az ételeket. Szerintem nagyon finom lesz. Meghintjük még egy pici szárított petrezselyemmel, és betesszük a sütőbe. Körülbelül 15 perc, 180 fok sütőfüggő, addig még rá nem olvad a sajt és a szósz. Aztán jövünk a tálalással. Elkészültünk. Nagyon-nagyon gusztusos. Nem. És most tálalunk. Egy kis tojást. Okosan vedd ki lapáttal. Fogjuk a tányérra. Gyönyörű egyébként. Nagyon puha a palacsinta tészta. És tehetünk még mellé egy kevés tejfölt, és most akkor fölvágjuk a közepét, nézzük meg. Nagyon jó zaftos és sajtos a belseje, próbáljátok ki. Szerintem nagyon-nagyon finom, a lányok már kóstolták, és nekik nagyon ízlett. Ha szeretnél több ilyen receptet tőlem látni, akkor nyomd meg a harangot, és iratkozz fel a csatornámra. Nagyon szépen köszönöm, ha megnézted a videót. Puszilunk mindenkit, szép napot nektek!